Astrom! Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei: taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy a Anikó! Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is, és köszöntöm ma is Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt. Én is üdvözlök mindenkit, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Így van. No, hát elég komoly történések voltak a héten, és épp ezért rendhagyó módon nem is feltétlenül az orosz-ukrajnai helyzettel kezdeném majd, hanem az, hogy mi történik éppen Kína, Tájván területén, és Amerika egyáltalán miért ment oda, és mi történik ott. De előtte a múlt héten kipróbáltuk azt, hogy volt két bulvári jellegű igen, hírünk, igen, igen. és megszavaztattuk a kedves hallgatókkal, nézőkkel, hogy melyikre kíváncsiak, hogy az adás végén az utolsó két-három percben melyikre jusson idő. Úgyhogy most is választottunk két ilyen hírt, és arra bíztatom a nézőket, hallgatókat, hogy szavazzanak, hogy az adás végén mire jusson idő. Két hírt találtunk tehát, az egyik az az, hogy ritka neurológiai tünetekkel ápolják Putyin volt tanácsadóját, ne mérgezéssel e itt ez lehet az érdekesség. A másik pedig, hogy hazárulásra gyanúsítanak egy hiperszónikus rakéta fejlesztőt Oroszországban, és izgalmas lehet, hogy mi ez is vajon kinek árulhatta el a titkokat. Szóval a Facebookon lehet szavazni az élő közvetítés alatt, úgyhogy tegyék meg, és akkor az adás végén megbeszéljük ezt is. No, tegnap óta hagy gyakorlatozik Kína Tajvan partjainál, és hát sokan nyilvánvalóan párhuzamot látnak az orosz -ukrán háborúval kapcsolatban, hiszen Oroszországnál is így kezdett, hogy kicsi hagy gyakorlatot végeztünk Ukrajna mellett, és aztán ebből lett egy háború. Mi történik? Hát én onnan kezdeném, hogy vannak hasonlóságok, és vannak azért különbségek itt az orosz-ukrán helyzet vonatkozásában, tehát itt Kína és Tajvan között. Azt kell megértenünk, hogy Egyrészt van egy nagyon-nagyon régi, 1949 óta a fönnálló konfliktus Kína, tehát a kínai népköztársaság és Taiwan a kínai köztársaság között. És egyszerűen Kína saját, tehát a Kínai Népköztársaság, tehát Peking saját országához kapcsolódóan, saját területeként kezeli Tajvant. Viszont nyilvánvalóan Tajvan ezt nem gondolja így, teljes egészében másfajta politikai berendezkedés mentén működik az ország, és amit nem szabad elfelejtenünk, az az, hogy az Egyesült Államok, illetve a nyugati világ támogatását élvezi, úgymond az ország. Az elmúlt 25 évben, Egyfajta státuszkó, tehát ki nem mondott státuszkó mentén az Egyesült Államok top vezetői nem tettek látogatást Tájvánon. ez a héten megváltozott, és ezzel kapcsolatban ez, ez, a, ez, a, ez a történés egyszerűen kiverte a biztosítékot Pekingben. Hogy ennek mi az oka? Egy teljesen másfajta gondolkodásmód. Egyszerűen a távol-keleten Kína, Politikájában, diplomáciájában és katonapolitikájában nagyon-nagyon fontos, hogy egyfajtában Kína egy olyan szerepben legyen, ami egy ilyen birodalmi gondolkodás. Ők ugye azt mondják, hogy négyezer évvel ezelőtt is már Kína egyfajta birodalomként működött, meghatározó birodalomként a térségben. Tehát innentől kezdve, ha őket valami fajta sértés, amit ők így érzékelnek, éri, az automatikusan válaszlépéseket hoz. És ez nem egy ilyen óvodás viselkedés, hanem egyszerűen egy nagyon-nagyon tudatosan sok-sok ezer éve felépült diplomáciai gondolkodásmód Kína részéről. És az, amikor, amikor az amerikai kongresszus elnöke leszállt Tajvanon, hát előtte meg, megelőzőleg ugye fenyegették, hogy ne tegye a lábát a térségben, mert lehet, hogy támadást szenved el. Nyilvánvalóan egyébként ez biztonságpolitikai szempontból elképzelhetetlen lett volna, tehát ezt mindenki pontosan tudta, hogy ezt a támadást nem fogja beváltani Kína, és nem fogják ezt a repülőgépet lelőni, de egyébként mindkét fél részéről hihetetlen csapatmozgások indultak el. Egyrészt ezen keresztül és ezt nevezzük nevén, tehát az Amerikai Egyesült Államok most provokálta. Kínát. Nagyon tudatosan, egyszerűen azért, hogy érzékeltesse a térségben, és itt jön az, amit előbb mondtam, hogy Kína azért nem akkora birodalom. Tehát egyébként a térségben az Egyesült Államok azt tehet, amit akar. Hiába mondja azt Kína, hogy négyezer éve ott vannak, hiába mondja azt Kína 1949 óta, hogy Tájván az övék, akkor is egyébként, ha az amerikai Egyesült Államok akar valamit, azt megteszi. És ezzel szemben Kína nem tud semmit sem csinálni. És ezt megerősítendő, Pillanatok alatt, és ez a katonai része ennek a, a válságnak, olyan haderőt tudott mozgósítani az Egyesült Államok Japán térségéből, illetve a Csendes-óceáni Flotta részéről, ami tulajdonképpen a dél-kínai tengeren és a déli tartományokban lévő kínai haditengerészeti erőkkel abszolút paritásban volt. És ezt e, ilyen néhány óra alatt meg tudta mozdítani. Tehát ez volt a másik nagyon fontos üzenete, hogy miközben mozgósítás van, Kína válaszlépéseket, karcsörtetést tesz a diplomáciában, egyébként pár óra alatt egy olyan haderőt megmozdít a térségben az Egyesült Államok, ami Egyébként Kína déli részében lévő haditengerészíti erőket adott esetben le tudja győzni. A kínai oldalról pedig pontosan ez volt, aminek mentén Egyrészt van a pszichés része, ami egyébként a nagypolitikában sértés oldalról valójában nem létezik. Ők pontosan ezt a fajta kommunikációs helyzetet érzékelték, és ezért van az, amit megfogalmaztál az elején, hogy nyilván ez válaszlépéseket hozott. Azt látták, hogy leszállás közben nem lehet ezzel a géppel semmit sem csinálni, leszállt a kongresszusi elnökasszony elvégezte azt, amiért odament, tárgyalt helyi politikusokkal, és utána elrepült. Nyilván ezt megvárták a kínaiak, eközben folyamatosan diplomáciai oldalról azt kommunikálták, hogy itt nagyon komoly válaszlépések lesznek, és ezeket a válaszlépéseket látjuk most. És az, ami most történik, ugye ez egy hadgyakorlat, amit mondtál, azért döbbenetes, mert hogy folyamatosan sértik meg Tájván légterét, illetve olyan rakétakísérleteket hajtanak végre, és olyan támadási szimulációkat, ami egyébként éles fegyverekkel történik, amivel egyébként Tájván szigete fölött rendszeresen átlőnek. Tehát most képzeld el, hogy úgy élnek a tájvaniak, hogy napközben egyébként e, például most már megvolt, vagy holnap lesz meg az a hiperszónikus fegyverrendszer teszt, amit egyébként Kínában már teszteltek, tehát üzenbiztos, tehát nem fog az emberek fejére ráesni, de egyébként egy olyan fegyverrendszert vetnek be, és lőnek át Tájván fölött, Tájván keleti részéről adott esetben a tengerről, átrepül a rakéta Tájván fölött, és Tájván mellett a nyugati tenger részen belecsobban az óceánba, amivel azt mutatja meg Kína, hogy egyébként Tajvan összes fegyverrendszere felesleges, nem tud mit csinálni Kínával szemben, olyan fegyvereket mutatnak be, amelyek a legkorszerűbbek, lehetetlenség ellenük védekezni. Ugye ez azért érdekes, mert ugye ezek a hiperszónikus erről beszélgettünk, hogy ez a hangsebesség hétszeresével repül. Egyszerűen olyan fegyverrendszereket telepített az Egyesült Államok, Tájvára és egyébként a nato is, amely fegyverrendszerek ezekkel a hiperszónikus eszközökkel nem tudnak per pillanat mit csinálni. És ezt élik meg a tájvaniaknak, vagy a tájvaniak, és ez egy üzenet a tájvaniak részére, hogy miközben elviszi adott esetben az édesanyja a gyerekét az iskolába, átrepül egy hiperszónikus rakéta, ami egyébként, ha valós háborús helyzet lenne, nem a tengerben csobbanna, hanem adott esetben egy város épületei között. Miután, ahogy te is mondtad, ez nem egy mai probléma, ezért felmerülhet a kérdés, hogy miért most ment oda Nancy Pelosi egy ilyen kényes helyzetben, amikor egyébként egy orosz-ukrán háborúról beszélünk, amikor egyébként szó van arról, hogy Kína esetleg odaállhat Oroszország mellé, nagyon érzékeny időpontnak tűnik. Ez, ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy ennek van egy politikai kommunikációs része, Kína és az Egyesült Államok oldaláról is, és van egy katonapolitikai része. A kommunikációs része, tehát a politikai rész, hogy mindkét országban, az Egyesült Államokban is ugye időközi választás lesz, amihez kapcsolódóan olyan hírek láttak napvilágot az elmúlt hónapokban, hogy a republikánusok sokkal-sokkal jobban állnak, és adott esetben a két házban, ugye az alsó és felső házban lehetséges, hogy meg lesz a republikánus többség. Tehát ilyen szempontból valahogyan el kéne tüntetni a tehetetlenség, a teszetoszaság látszatát, ami egyébként Biden elnök környezetét és politikáját abszolút átlengi. Ő az egyik legnagyobbat népszerűségi listán eső amerikai politikus az elmúlt egy évben, másfél évben. Tehát ilyen szempontból az, hogy Kína felé erőt mutatnak, és ami nagyon lényeges, és az, amit Európában nem nagyon értünk. Kínához kapcsolódóan, akár hiszed, akár nem, Nincs különbség vélemény oldalról a republikánusok és a demokraták között. Tehát azért jó egy ilyen lépés, mert egyébként ez a republikánusoknak is nagyon tetszik, hogy na akkor most jól megmutattuk a kínaiaknak. És egyébként idén Kínában is. Hát nem olyan választás lesz, mint az Egyesült Államokban, de egyébként a kínai elnöknek nagyon-nagyon fontos, hogy őt milyen pozícióban látják. És itt van egy olyan lehetőség az Egyesült Államok részéről, hogy egyrészt villantani tud, Biden elnök, hogy ő mennyire kemény, ugye ezért volt például a terrorista vezér, alkaida vezér elleni támadás is, és egyben egyébként gyengébb pozícióba hozza a kínai elnököt, mert hát azt látják a pártban, a kommunista pártban, illetve a kínai tömegek is, hogy eddig azt hallották, hogy egyébként a kínai haditengerészet az egyik legerősebb a világon, sőt a térségben a, a biztosan a legerősebb, erre oda mennek a, a, az amerikaiak, és így megfricskázzák az órukat, és ezzel nem tud Kína semmit sem csinálni. Tehát ez a diplomáciai kommunikációs, politikai kommunikációs rész. A katonai részben sajnos is erről mi is beszéltünk, és tényleg már egyfajta szakértőként te is jól látod és fogalmazod meg, hogy van áthallás Oroszország és Kína között. Sőt, ugye a tömbösödés, amiről beszéltünk korábban, hogy látszódik egy tömbösödés Oroszország, Kína, Észak-Korea, a brit csoport, ugye a India, Kína, Brazília, Dél-Afrika és Oroszország között, tehát hogy gazdasági szempontból is vannak ilyen mozgások. Fölröppentek olyan hírek, és elkészültek olyan elemzések is, ami úgy már elkezdte megkérdőjelezni, hogy biztos, hogy egyébként ez a töm nem tudná úgy legyőzni a nato -t. Nem tudná legyőzni az Egyesült Államokat. És ez egy katonai lépést nem éri el szint oldalról, tehát hogy valami katonai csapás történjen. De egy ilyen provokációban, amit egyébként minden előbb felsorolt ország haditengerészete figyel, az látszódik, hogy az Egyesült Államok néhány órán belül pokoli erőt tudott fölvonultatni. És ha szükséges ezeken, az, ezeken a, tehát például repülőgép hordozók alkalmasak atomfegyverek eljuttatására, eljutatására. Olyan atomtenger alatt járók vannak, amelyek úgy szintén képesek nukleáris fegyverek bevetésére, robotrepülőgépekkel, stb. Tehát rendszerben lévő eszközökkel néhány órán belül Hihetetlen erőt tudtak mozgósítani, és ezen én azt gondolom, hogy a felsorolt országok haditengerészete most nagyon-nagyon elgondolkodik, így Kína is. És ez szólt üzenetként Oroszországnak, szólt üzenetként Kínának. Ez a katonai rész. Összeszedtem néhány hírt ezzel kapcsolatban, Jó. amit szeretném, hogyha kitisztáznánk. Az egyik az, hogy azon túl, hogy elindítottak egy hadgyakorlatot, azért közben itt felfüggeszti együttműködését is Kína több ponton az Egyesült Igen. Államokkal. Például katonai parancsnokok nem beszélhetnek innentől kezdve, ami azért szintén és kíváncsi ugye a biztonságpolitikai szakértő véleményére, de hogyha így a katonai vezetők nem beszélnek, az egy eléggé harcos állapot. Ez így van, ez 7 vagy 8 pontban foglalta össze Kína. Egyrészt a katonai vezetési rendszerek közötti kommunikációt megszakította, ez nem azt jelenti, hogy elvágták a vonalakat, tehát hogy ez diplomáciai oldalról, tehát egy pillanat alatt vissza lehet állítani. És egyébként rendkívüli események Esetén mindig van a két országnál, most idézőjelben mondom, hogy a piros cső, telefon. A piros telefon így van, amit, amit mindenképpen fölveszünk. Nem valaki. tudunk annyira megsértődni, hogy ne vegyük fel. Persze. Az, amit egyébként azonnal elvágott Kína, az elsősorban a bűnözéshez, a migrációhoz, a terrorizmushoz, és egyáltalán a nemzetközi bűnözéshez, és ami nagyon kemény, a gazdasági bűnözéshez kapcsolódó témakörök azzal kapcsolatban közölte Kína, hogy semmit nem fog innentől kezdve átadni. Sem az Egyesült Államnak, sem a Nyugatnak. Ez azért kemény, mert hát azért a gazdasági bűnözéshez kapcsolódóan Kína és a kínai bankrendszer azért egy eléggé jelentős valami, és az, hogy az eddigi együttműködés mentén ténylegesen adtak egyébként információkat, nem azt mondom, hogy azonnal, Magyarországon is volt például egy emberülési ügy, amihez kapcsolódóan ugye a gyanúsított egy kínai személy volt. Két év után fogták el Kínában, de megcsinálták, tehát félreértés ne esik, tehát hogy valamikor elfogták az elkövetőt. Na ilyen dolgokban azonnal úgy lépett Kína, hogy, hogy elvágja úgymond ezt a telefonzsinort, és se kérdezni, se választ kapni, semmit nem lehet Kínától. No, egy másik cikk arról szól, hogy Kína új nukleáris kísérleti helyszínt épít, miközben egyébként az ország fokozza az erőfeszítését a katonai erejének megerősítésére, és ezt műhold felvételek bizonyítják. Ez is elég aggasztónak tűnik. Nagyon komoly katonai fejlesztéseket indított Kína. Tehát azt értsd, hogy, hogy Kínában három területen van nagyon komoly tudományos olyan fejlesztés és kutató munka, aminek egyrészt van vonatkozása adott esetben nemzetbiztonság és biztonságpolitikai kérdéskörökben. Az első, ez a nukleáris fegyverek témaköre, illetve a speciális fegyverek témaköre, tehát ezek konkrétan katonai fejlesztések. Ebben van az például, hogy miközben Oroszországot tapsolta mindenki, egyébként a valóság az, hogy a hiperszónikus, még egyszer mondom, ez a 7-9-szeres hangsebességre képes manőverező robotrepülőgép rendszerek, meg csapásmérő rendszerek első sikeres kísérletét Kína hajtotta végre. És szemben Oroszországgal, ami ugye múlt héten volt hír, hogy, hogy Oroszország az orosz haditengerészetnél rendszeresíti a saját hiperszónikus rakéta rendszereit, Kínánál ez megtörtént. Tehát ez múlt idő. Tehát ez azért kemény, és azért lényeges különbség, mert hogy, azt és amikor megijed mindenki, hogy úristen, hiperszónikus rakéták lesznek, és az oroszok ezt most megtették, általában nagyon-nagyon pörgősen sietve is három-öt év míg egy ilyenfajta rendszer teljes egészében egy minőségi ugrást e, mutat e, egy, egy haditengerészetnél, vagy egy szárazföldi erőnél. Oroszországnak hiába van meg ez a fegyverrendszere, három-öt évet kell várnunk, hogy ez egyébként ténylegesen rendszerbe álljon mindenhol. Ezen már Kína túl van. A másik ilyen nagyon-nagyon fontos terület az energetika területe, ahol fúziós energiához kapcsolódó kísérleti fejlesztések zajlanak. Ugye a normál atomenergiához képest a fúziós energia az sokkal-sokkal nagyobb, tehát mint egy mini napot hoznál létre. Ezzel kapcsolatban sikeres teszteket és létre tudtak 17 percig hozni egy ilyenfajta erőművet működtetésre. Azt kell értenünk, hogy ez azért gáz, és erre azért kapja föl a biztonságpolitika a fejét, mert hogy minden, ami ilyen civilnek tűnő fejlesztésben megjelenik, és egyébként tényleg jó is lesz. Tehát most gondold el, hogyha egyszer eljut odáig a világ, hogy lesz fúziós reaktor, hogy tényleg az a, az a végtelen energia, az ingyen energia, úgymond. De ez automatikusan mindig hozza azt, hogy ezzel kapcsolatban fegyverrendszer fejlesztések is ö, megtörténnek. És a harmadik ilyen nagyon komoly fejlesztési irány, van sokkal több, de én ezt, ezt a hármat emelném ki, ez a kommunikációs készség. Az az, ez, ez azt jelenti, hogy egyébként Kína hasonlóképpen, mint az Egyesült Államok, képes arra, hogy a bolygó minden részén ö, GPS, tehát ilyenfajta rendszerekkel rendelkezzen. Ugye azt mondjuk, és azt tudjuk, hogy az Egyesült Államok ténylegesen GPS rendszerekkel lefedi az egész bolygót, most már erre egyébként Kína is képes, és ami nagyon kemény. A fejlesztések tekintetében Kína arra is képes, megvoltak az első sikeres kísérletek tavaly év végén és most év elején, hogy egyébként így oda tudnak menni egy műholdhoz, és el tudják vontatni a műholdat az űrben például. Ami azért rossz, mert te meg vagy győződve, hogy van egy kommunikációs műholdat fönn, és egyszer csak fölnézel, és volt nincs az a kommunikációs műhold, mert valaki elvontatta. Tehát számtalan olyan területen végeznek a kínaiak nagyon komoly fejlesztéseket, amiben azt kell mondjam, hogy megelőzték a nyugatot. És van olyan terület, például ez a hiperszonikus rakétarendszerek témaköre, amiben Kína én azt gondolom, hogy három öt évvel legalább például az Egyesült Államok előtt jár. Az Európai Unióhoz kapcsolódóan, meg szerintem legalább 10-12 évvel előrébb. Azt írtad az ehhez kapcsolódó posztodban a héten, hogy egy provokáció volt igazából Igen. szerinted az USA részéről ez a látogatás, és hogy rövid távon ez talán jó Washingtonnak, közép és hosszú távon biztosan nem. Ezt hogy érted? Rövid távon azért lehet jó. Most, amit előfőr hogy hogy... Választások. Választás, igen, tetes. és akkor azt mondja az elnök és az elnöki adminisztráció, hogy három százalékkal feljebb mentek, és ez a három ez most pont jól jött. Közép és hosszú távon ez azért rossz, mert, mert megalázták Kínát. Kína nem felejt. Tehát ez a látogatás, és ez az egész lépéssorozat nem segítette a, a helyzet könnyebb tételét, hanem mélyítette az ellentéteket. És egyébként Kína vissza fog fágni. Nem azzal, tehát most félértést meresség, és, és tényleg szeretném megnyugtatni itt a, a hallgatókat, nézőket, hogy most lerohanják. És ez a különbség, bocsánat, mert ugye ez volt az első mondatom, hogy van, amiben hasonlít, és van, amiben különbözik. Én azt gondolom, minimális esélyt adnék arra, hogy itt Kína ezt azért csinálja, mert ez átcsap egy, egy ilyen katonai támadásba, mint amit Ukrajna kapcsán látunk Oroszország részéről. Én azt gondolom, hogy itt ezzel a hadgyakorlat, hogy repkednek a rakéták a, a tájvaniak feje fölött, látják a tájvaniak azt, hogy egyébként egy blokádot 24 óra alatt létre tud hozni úgy Kína, hogy a Szigetországba nem tud bejutni élelem, és egyébként ez nekik fontos, tehát egy totális blokád, és utána ezt a blokádot föl fogják oldani. Az, ami lényeges, hogy a hadviselésben és egyébként a biztonságpolitikában jó-jó egy provokáció de hidd el, hogy most ennek a provokációnak a kapcsán az amerikai Egyesült Államoknak a katonai erejéhez kapcsolódóan Kína rengeteg információt megtudott. Tehát nincs olyan hogy százszázalékosan te nyerted meg azt a provokációt. Tehát, hogy most hazamennek Washingtonba az amerikaiak, és azt mondják, hogy fú, én most nagyon kasszáltunk. Mert erre azt mondják a kínaiak, hogy oké, okay, nézzük végig, hogy mit csináltak, mire képesek, mit tudnak mozgósítani, hogy jöttek ide, milyen fegyverekkel, na erre akkor kezdjünk el. Akár fejleszteni, átcsoportosítani, hogy ezeket mind-mind ki tudjak védeni. Tehát saját magáról az Egyesült Államok egy politikai kommunikációs dolog miatt nagyon-nagyon sokat elárult. És ez hidd el, hogy közép és hosszú távon nekik is rossz lesz. Érkeznek a kérdések, és biztatom a hallgatókat, nézőket, hogy egyébként kérdezzenek, hogyha van kérdésük vagy hiányérzetük. Az egyik hallgató azt kérdezi, hogy eddig az volt a mondás, hogy a kelet, igazából Oroszország és Kína gyengének tartja a nyugatot, hogy tárgyalásos módon próbálja megoldani a problémákat, mert az erős nem enged. Most akkor megdőlni látszik ez? Nem. Én azt gondolom, hogy, hogy próbálkozásokat látunk. Tehát a biztonságpolitika világa egyszerűen úgy működik, hogy az igazság, a mai igazsága adott esetben holnap nem biztos, hogy igaz, és ezt mindig tesztelik is. Tehát, hogy előbb mondtam ezt az óvodást, mint a rossz gyerekek. Tehát, hogy, hogy rászólsz Pistikére, hogy Pistike nyugodjál le, légy szíves, Pistike abban a pillanatban arra az egy napra, egy hétre, egy hónapra lenyugszik, de utána újra próbálkozik. Mert, mert meg van győződve arról, hogy a csíntevéseit, most nagyon finom fogalmaztam, valahogy a világnak el tudja adni. És ezt mindenki csinálja. Ez így megy évezredek óta. Mert hogy ezzel az állandó teszteléssel rá lehet érezni arra, hogy hol van a gyenge pont. Hadd mondjak egy teljesen más példát, és akkor akkor nem azt, érteni fogod, mert eddig is érted. Tehát, hogy 2014-ben alapvető hibát, vétett az Európai Unió, én azt gondolom. 2014-ben, amikor a krímet annektált a Oroszország, akkor kellett volna nagyon keményen meglépni azokat a szankciós történeteket, aminek kapcsán ma nem lenne ez a háború. És egyszerűen Oroszország tesztelte Pistike, tehát ugye a csintevő a homokozóban letesztelte, jól elfoglaltuk a krímet. Csinál valamit egyébként az Európai Unió, b -b 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 ment a nagy csattogás, nagyon szigorúak leszünk, de valójában egyébként nem történt semmi. És ezzel még inkább bátorította a Nyugat Oroszországot. Hát. Persze, hát figyelj, igazán mi nem tudunk veletek mit csinálni, és Oroszország azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve ezt csináljuk. És ez oda-vissza így működik. A tárgyalás nem szakadt meg de a próbálkozások egyre markánsabban jelennek meg. Egyre komolyabban próbálják a felek egymáson azt, hogy meddig mehetnek el. Igazán én azt gondolom, hogy a hallgató ezt látja. Nagyon röviden még ehhez a témához, Igen. és aztán szeretném, hogyha tovább mennénk, hogy mi a helyzet Japánnal, hiszen ők is most egy picit morcosak, hiszen a gyakorlat közben az ő légterüket is, területüket is megsértette ki. Ez így van, és nem picit mor morcosak. Ugye azt ért, hogy Japánnak van egy nagyon speciális lefolytott helyzete. A lefolytottság abból akad, hogy egyébként a II. világháborúban agresszorként jelent meg, és a térség országait lerohanta, részben el is foglalta. Borzalmas dolgokat vittek végbe a, a, a japánok. És e tekintetben 1945-ben, és ezt most nagyon sarkosan fogalmazom, de egyébként igaz. Valójában az Egyesült Államok csinált egy alkotmányt Japánnak, és ebben az alkotmányban nagyon tudatosan úgy építették föl, hogy Japán ne legyen képes igazán e, hadsereget fejleszteni. Van hadserege, ütőképes hadserege van, de ennél egyébként Japán sokkal-sokkal többre képes. És ezt hosszú-hosszú évtizedek óta nem tudja megtenni. És mit élnek meg a japánok? Észak-Korea rendszeresen az atomfegyver kísérleteknél és a hozzá kapcsolódó rakétatechnikai teszteknél lövöldöz ballisztikus rakétákat Japán felé. Nem csapódik be, de mindig azt látják, hogy jön feléjük Észak-Koreából egy rakéta, hiroshima és Nagasakit azért fölrobbantották atombombával. Japánban ez nem vicces. És most ez már kiegészült azzal, hogy egyébként Tajván térségéből ugyanilyen fegyverrendszerekkel, tehát rakétateszteket hajtanak végre, nem Japán felé, de Japán területe felé lőnek, és nem csak hogy lőnek, hanem be is csapódnak, nem szárazföldön, tehát itt megint vízben csobbannak ezek a rakéták, de erre mondja azt Japán, hogy na eddig és ne tovább. És egyébként pont a volt miniszterelnök, japán miniszterelnök, aki, aki merénylet áldozata lett, ő volt az első, olyan japán miniszterelnök, aki felvetette, hogy na innentől kezdve egyrészt alkotmánymódosítás kell a Japánba, tehát a, a japánoknak joguk van egy hihetetlenül erős hadsereget létrehozni. És egyébként, és én azt gondolom, hogy pont ezekkel megint nehezedik a helyzet, mert megint lesz egy ország, Japán, amit egyébként teljes joggal dobtál föl így a levegőbe a, a beszélgetésünkben, indul el. Nem csak abban a tempóban, ahogy eddig, hanem a mostani történések miatt fénysebességgel, hogy még inkább a haderőfejlesztést elindítsa, és rendelkezzen olyan fajta fegyverrendszerekkel, amit egyébként Kína fegyverrendszerei kapcsán semlegesíteni tud. És ez japán fegyverrendszer lesz. Nem amerikai, nem NATO hanem ők saját maguk elkezdenek valamit csinálni. És amit tudnunk kell, és ezt ismeri egyébként a nyugati világ pontosan a második világháborúba is látta, illetve az 1800-as évek végén az a hihetetlen ipari fejlődés, ami megtörtént Japánban, hogyha a japánok valamit a fejükbe vesznek, különösen műszaki dolgok tekintetében, abban villantani fognak. No hát sokan látnak párhuzamot egyébként ugye az, a kínai Tajvani és az orosz-ukrán helyzet Igen. között, és van olyan is, aki nem csak párhuzamot lát, hanem össze is kapcsolná ezt a kettőt. Például egy hír szerint, egy befolyásos orosz szenátor, egy egykori FSB tiszt, Vladimir Dzsabarov azt nyilatkozta, hogy Putyin nagyon szívesen segítségére sietne Kínának, hogyha éppen ők háborút indítanak Tajvan ellen, cserébe viszont nyilván majd azt kérné, hogy Kína is támogassa az ukrajnai háború kapcsán. Öm, megint felmerül a kérdés, hogy ki ez a Dzsabakov, hogy egyáltalán az ő szava ére bármit, öm, vagy ezek ilyen fenyegetések, hogy valaki orosz részről mondjon azért egy ilyet, mert azt meghallják nyugaton is, és akkor majd mindenki összerettegi magát. Ugye az orosz kommunikáció központilag irányított, tehát az, hogy ez az ember kiálljon és mondjon egy ilyet, ez elképzelhetetlen, hogy saját maga tegye meg. Más emberek kapcsán is egyébként az elmúlt hónapokban már beszélgettünk erről. Ami azt jelenti, hogy Oroszország politikai vezetése oldaláról van vélemény és van akarat a tekintetben, hogy egy ilyen válság bekövetkezte esetén, tehát adott esetben az Egyesült Államok. És én azt mondom, hogy nincs olyan, hogy az Egyesült Államok hadat visel, mondjuk, vagy háborút visel Kínával szemben, és ez automatikusan ne lenne NATO háború. Tehát, hogy, hogy, hogy ennek nagyon-nagyon magas az esélye. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy orosz vezető volt fsb s ugye ha fsb az automatikusan jelenti azt, hogy a belső körhöz tartozik, tehát Putyin környezetét fsb tehát volt titkosszolgák alkotják, pontosan rajtuk keresztül szokott üzenni az elnök. Nem ő áll ki, hanem egy megbízható jobb bal keze, tök mindegy, aki elmondja azt, amit egyébként az elnök gondol ezzel kapcsolatban, és ez ennek a kommunikációnak kettős iránya van. Egyrészt kommunikációs iránya tekintetben, hogy a, pek hogy a pekingi vezetés pontosan tudja azt, hogy Oroszország bármilyen fajta háborús helyzet adódik, vagy fegyveres összecsapás Kínával lesz, tehát innentől kezdve Kína nincs egyedül. Ez adott esetben nem biztos, hogy nyílt fegyveres támogatást jelent, de rejtett fegyveres támogatást abszolút jelenthet, és hírszerzési támogatást is. Ezek azért úgy nem megmosolyognivaló dolgok. A másik a gazdasági együttműködés területe, amiben egyszerűen mindkét fél oldaláról az elmúlt hónapokban azt látjuk, hogy közelednek egymáshoz, megint csak a tömbösödést tudom mondani, és megint van egy olyan pici lépés, aminek keretében, a Krem megfogalmazza azt ezen az emberen keresztül, hogy nagyon-nagyon szeretne egységbe lépni Kínával. Akkor azt hiszem, hogy megérthető az a hallgató mondjuk, aki pánikba esik, hiszen azt látja, hogy Oroszország elindított egy háborút Ukrajnával szemben, alig fél év múlva Kína úgy dönt, hogy miért ne próbálja én is erőt fitoktatni, közben az USA meg jön provokálni a körzetbe tök, mindegy, hogy hova vagy a térségbe, Persze. és aztán szépen visszavonulnak, tehát nekik kvázi még nincs közük ehhez. Szóval meg tudod-e nyugtatni azt a hallgatót, vagy hallgatókat, akik mondjuk már harmadik világháborút sejtenek? A harmadik világháborút ne sejtsék, ezért fogalmaztam úgy, hogy világháború nincs, de világkonfliktus van. A világkonfliktus kezelhető, szinten tartható. A világkonfliktus keretében gazdasági összecsapásokat láthatunk, gazdasági háborút így fogalmazok, amiben különböző vámokkal, különböző szankciókkal sújtják egymást az országok, és egyébként az látszódik, hogy a globalizált világunkban ez mindenkinek fáj. Én ezért hiszem azt, hogy egyébként Kínának sem érteke. Például az oldalamon is írták, ami egyébként egy részigasság csak hogy Kína nagyon sok ö, dologban hitelezi az Egyesült Államokat. Ezzel kapcsolatban fölröppentek, hogy, hogy az amerikai hitelezés 90 a Kína kezében van. Ez nincs 90 ez 4-6 na de ez is egy szép, szép kerek szám. És egyébként, amikor egy ilyen helyzetben mondjuk extrém dolog, fölrúgják Ezeket a hiteleket a kínaiak, ez nekik is fáj. Tehát ugye a hitelezésnek pont az, hogy odaadod a pénzt, és szereted visszakapni a pénz kamatokkal. És nem áll annyira jól egyébként a kínai gazdaság makroadatok szempontjából, hogy egy ilyet bevállaljon. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy nyugodjunk meg először is, viszont az ténylegesen igaz, és ebben egyetértek a hallgatóval, és emiatt én is aggódom hogy egyszerűen a világunk most eljutott egy olyan szintre, megint a Pistikék szintje, most erre nem tudok mást mondani, hogy nagyon-nagyon sok országban egyszerűen azt látják megoldásként gazdasági, belpolitikai problémákra hogy valahogyan egy ilyen fajta háborús expanzión, vagy valamilyen fajta eszkalációkon keresztül elterelni a figyelmet, ami egyébként azért rossz, mert a világunk romba dől, amúgy is a járvány után igen nehéz helyzetben van az egész bolygó, és ezek egyre inkább sokasodnak. Ami egyébként, és akkor ez a nem megnyugtató rész, egy bizonyos kritikus tömeg után, elérhet egy olyan fajta háborús helyzet, amikor ezek a tömbök összecsapnak. De és itt akkor erre mondom megint a megnyugvást, azt kell megértenünk, hogy per pillanat az Egyesült Államok és a NATO ereje erősebb, mint Kína és Oroszország ereje. És az, ami nagyon-nagyon kemény, most nem az atomfegyverekről beszélek, jó, bocsánat, Ö, Oroszországhoz kapcsolódóan most már tudjuk, hogy azt, amit Oroszország hadseregére gondoltunk, mondjuk tavaly ilyenkor, az biztosan nem úgy van. Oroszország hadserege gyengébb. Mint amit gondoltunk tavaly ilyenkor. Ehhez kapcsolódóan is érkeztek egyébként aggasztó hírek, de nagyon izgatja a hallgatókat egyébként ez a Kína-Orosz párhuzam, és több kérdés is érkezett ezzel kapcsolatban, úgyhogy kérlek, hogy próbálj meg röviden jó, válaszolni jó, jó, jó. ezekre. Okay. Például azt kérdezik, hogy Kínának egyébként egy erős vagy egy gyenge Oroszország előnyösebb? Gazdasági szempontból egy gyengébb Oroszország, mert hogy ezen keresztül Kína az erősebb gazdaságával tud terjeszkedni katonai szempontból kellene neki azért egy olyan támogató szövetséges, amivel kapcsolatban, ahogy előbb mondtam, lelepleződött Oroszország, hogy mégsem annyira erős, tehát katonai szempontból meg gyengébb, és ez, ez, ez ez most fáj Kínának. Tehát a tömbösödésnek ez most oda csapott, mert hogy Kína is és Oroszország is hitt abban, hogy ők katonai szempontból olyan erősek. Tehát el is hitték saját maguknak. Tehát ilyen szempontból ez a fajta tükörefektus, amit most az ukrán háború Oroszország számára megmutat, Kína számára is megmutatja Oroszországot valójában. Úgyhogy ilyen szempontból én azt mondom, hogy gazdaságilag ezt kihasználja Kína, a katonai szempontból meg azt látja, hogy itt van minél gondolkodnia. No, érkezett olyan kérdés is, amit nagyon fogsz szeretni, mert átfordítom úgy, hogy szeressed, mert profilozhatsz benne. Oh. Mert ugye az érdekli a hallgatókat, hogy a kínai vezető racionálisabb egyébként, vagy Putyin, és hogy egyáltalán miben különbözik a két ember haditechnikája? Én nem haditechnikáról beszélnék elsősorban, hogy a profilozásról, hanem tárgyalás technika és igazán hatalomgyakorlási technika. Amint nem értünk, és itt van egy hatalmas nagy szakadék, két ország között. Annak ellenére, hogy, hogy Oroszország egy nagyon furcsa ország, és abszolút egy egyszemélyi vezetésre kiforrott valamit látunk a mindennapokban, nyugodtan mondhatjuk cárnak is, adott esetben Putyint. Kínában a kínai császárság, de egyébként ez a párton keresztül egy ilyen nagyon-nagyon furcsa valami, egy sokkal-sokkal türelmesebb vezetési struktúrát látunk. Nem befelé, tehát befelé kegyetlenek, adott esetben levernek lázadást, de például a, a, a gazdaságban megfér a kapitalista gondolkodás a kommunista gondolkodással. Ö, mert hogy pontosan tudják, hogy gazdasági szempontból ez hoz az ország, és működik. Tehát most gondold el, hogy, hogy annak idején, a kommunizmus idején, 89 előtt ez a fajta kommunista tervgazdálkodásos történet, ez kudarcra ítélődött és meg is bukott. Kínában nem, sőt, jól működik. Vagy nézzük Hongkongot, amikor azt mondták, most így a pontos időt nem tudom, de mint egy 150 év vonatkozásában, hogy Hongkong egyszer úgy is, amilyen lesz. És kivárták 1999-et, ugye, mert ugye 2000-ben vagy valahogy így, így lett. És Nagy-Britannia át kellett, hogy adja a Hongkong kulcsait. Kína kivár nagyon sok dologban, hosszú távon gondolkodik, hideg logika mentén, racionálisan, és egyszerűen ez a fajta hosszú távú gondolkodás védelem az ilyen fajta emberi hibák ellen. Ott is vannak emberi hibák, tehát félre de de Oroszországban egy vezető sokkal könnyebben hibázik, mert adott esetben ő el is hiszi, meg a környezete is ezt várja tőle, hogy hiszen ő a cár, ő az egyes számú és az első számú vezető, majd ő megmondja a tutit és kolompol, hogy merre menjünk. Kínában ez ez nem, nem tud így menni, mert Kína még eldönt valamit, és abból megjelenik valami, évek telnek el. És közben ez azért is jó, mert tudnak javítani azon, hogy akkor ez az irány jó, vagy nem jó. És ez az óriási különbség a két ember között. Az, amit most látunk, ami miatt Kína nagyon-nagyon dinamikusnak tűnik. Az is egyébként. Hogy ezeket a folyamatokat hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt elindították és szisztematikusan viszik végig. Ez a másik nagyon fontos dolog. Oroszországban adott esetben nem négy évente, természetesen, mint Európában, de 10-15-20 évente változhat a politika. Kína 20-30-40 évvel ezelőtt is azt mondta, mint amint most. E ez az erősségük. Én azt hiszem, hogy egyébként nem, nem hiszem, ez tényleg, tehát hiszem is, meg, meg így is van, hogy Kína pontosan emiatt veszélyesebb a nyugat számára, mint Oroszország. Nagyon izgatja a hallgatókat szerintem ez a párhuzam, mert folyamatosan persze. ehhez kapcsolódó kérdések jönnek, hogyha még állod a sarat. Persze, persze. Hol nagyobb a korrupció? Kínában vagy Oroszországban? Szerintem Egyáltalán, minden. ugye? Kín vagy Oroszországban egyértelműen oligarchákról beszélünk. Ö van egy kínai kifejezés, ami nem jut eszembe. Ez a felhízlalt disznó. Nem mondja nyugodtan, szerintem nem biztos, hogy le tudjuk volna. Nem nem, 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 nem nem, jut eszembe. <laughs> Tehát ez azt jelenti, hogy Kínában is vannak oligarchák. Tudatosan úgy döntenek, hogy egy szemét kiemelnek, nyilván kell hozzá tudás, tehetség, elküldik az Egyesült Államokba, Nagy-Britanniában nyugatra tanulni... És amikor ez a tehetség termőre fordul, akkor támogatják egy darabig. Addig, amíg egyébként a pár direktívával nem megy szembe. De itt a párt, tehát a közösség, tehát nem arról van szó, hogy a kínai elnök választ ki valakit, hanem arról van szó, hogy ott egy közösség dönt úgy, hogy valaki ebben az üzletágban vagy piaci szektorban növekedni fog. Ilyen volt egyébként például az Alibaba ö, megalapítója, akit, ö, ö, segítettek, aztán volt néhány rendszerkritikus megszólalás, és akkor egy darabig eltűnt. Aztán azóta újból úgy érzi, hogy Kína a legjobb hely, és a párt vezetése a legcsodálatosabb Kína számára. Oroszországban ez teljesen másként van. Ö, ott is történik kiválasztás, tehát ne legyen kétséges senkinek sem, hogy nem lehet Oroszországban valaki tényleg méretes, felhízlal disznó, tehát magyarán oligarha, Ö, anélkül, hogy az orosz elnök nem mondaná azt, hogy drága barátom, téged ez kinevezünk ilyen szempontból erre a területre kormányzónak, vagy valamilyen fajta gazdasági szektor vezetőjének. De az egy személyi vezetés mentén az elnök dönti el, hogy ez az ember megy, vagy marad. Itt abszolút benne van a szubjektum. Tehát elegendő az például, hogy te egy baleset áldozata legyél, mondjuk, hogyha addig támogattad az elnököt, majd nyilvánosan mondjuk egy tévészereplés után egy közleményben tudatod, hogy elhagyod Oroszországot, mert hogy másként képzeled el az életedet, és nem értesz egyet Oroszország politikájával. Ah! Véged. Jó, csak azt például nem értem civilként. Okay. Hogyha megtörténik egy ilyen, akkor a következő miért mondja el? Mert, Hivatalos közleménybe, ahelyett, hogy elmenne és utána. Tök mindegy, Kommunikálna. Ha. De teljesen mindegy, hogy kommunikál vagy nem kommunikál, ha elmegy, vége. Tehát ugye Kína is él ilyenfajta eszközökkel, de Oroszország sokkal direktebb. Ö Egyébként most az a baj, hogy ha erről elkezdek beszélni, akkor a szavazást befolyásolom. Ne, 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 ne. Tehát ne. egyszerűen azt fogadják el tőlem a hallgatók, hogy hogy Oroszország e tekintetben teljes egészében másként működik, és ebben is sokkal direktebb és sokkal jobban benne van az első számú vezető emberi szubjektuma. No, uh, szeretném, hogyha tovább lépnénk, mert Jó. nagyon fogy a műsoridő egyébként, és ha már említetted, akkor újra elmondom, hogy szavazhatnak arról, hogy melyik érdekességről beszéljünk, még mindenképpen a mai adásban, az adás végén arról, hogy ritka neurológiai tünetekkel ápolják Putyin volt tanácsadóját, és vajon mi történhet vele, vagy arról, hogy hazalárulással gyanúsítanak egy hiperszónikus rakétafejlesztőt Oroszországban, vajon kinek adhatott ők itt titkokat, ezekre lehet szavazni, és akkor az adás végén válaszol rá majd Tarjányi Péter. Ami miatt sokan aggódnak még, ezt kérdezik a hallgatók is, és hát az újságírókat is meglepi a hír, igaz vagy nem igaz, megjelent egy olyan hír, hogy Észak-Korea szívesen segíteni Putyint, méghozzá konkrét számok is vannak, hogy százezer katonát azonnal önkénteseket ő a segítségére nyújtana, hogy akkor ott Ukrajnában egy kicsit megmozdítsák ezt a szinte álló háborút, cserébe pedig kapnának gabonát, meg mindenféle földiót. Ez igaz lehet-e, és hogyha ez megtörténik, akkor valóban nagyon aggasztó-e? Visszafele haladnék. <coughs> nagyon aggasztó. Ha ez ténylegesen igaz ez a hír, akkor ez gáz. Tehát ez, ez baj. Ami miatt egy kicsit, nem is az, hogy szkeptikus vagyok, tehát a forrást, ugye ez egy brit bulvárlapban jelent meg. A brit bulvárlap orosz forrásokra hivatkozott. Ez a komoly része, mert amikor egy bulvárlap azt mondja, hogy és hallottunk ilyet, az kevésbé rossz, mint amikor azt mondja, hogy hivatalos orosz forrásokból vannak olyan információink, amiket most itt leírtunk. Ezt azért mondom, hogy ez más, mert egyébként, na, és itt ez szerintem nem tudom, hogy tudod-e, az Egyesült Királyságban másként működik. Bizonyos témákhoz kapcsolódóan az információk védelme. Ha van egy ilyen forrása egy újságnak, nem azt jelenti, hogy ők kiadják a forrást, de van egy nemzetbiztonsági szervezete az MI6-nek és az MI5-nak, tehát a brit hírszerzésnek és a brit katonai elhárításnak, ez 1940 óta működik. És a Szigetországban ez úgy történik, hogy amikor megjelenik, ez a déli news volt, igen. ugye? A, a déli news. Mail, vagy? vagy? Nem, nem, igen, Valami mind, val igen, igen, igen. Most én sem tudom így fejből. A főszerkesztőjét fölhívják, hogy itt az idő. Hogy megjelenjen, és beséljen már erről. Tehát, hogy... és nem azt kérdezik, hogy ki az az orosz személy, aki ezt mondta. Azt úgy is kiderítik másként. De azt megkérdezik, hogy ez tényleg hivatalos forrás? tehát, hogy biztosak ebben az információban, és ez oda vezetett, hogy ezt minden újságnál, 1940 óta végzés, minden médiánál, BBC-nél, stb. A, az orosz hír, vagy mocsánat, a brit hírszerzés és a, a orosz hírszerzés. Lehet, hogy ők Lehet, ők hogy, is. hogy ők is így, tehát a brit hírszerzés és a brit elhárítás, hogy egyszerűen az egész média világ hozzászokott ahhoz, hogy nagyon óvatosak hogy mit írnak le. Mert pontosan tudják, hogy ez egy olyan nemzetbiztonsági információ, amire, ahogy mi fölkaptuk itt Budapesten a fejünket, Londonban is föl fogják kapni. Tehát ilyen szempontból ezért ezt ezt ellenőrzik. És ez a bajom, hogy én azt gondolom, hogy ez a forrás ö, nagy valószínűsége pontos. Ö, ami azt jelenti, hogy ezek a tárgyalások elképzelhető, hogy folynak. És egyébként százezer észak-koreai Kiképzett önkéntes. Nyilvánvalóan Észak-Korea hadserege nagy, és ennek nem minden része jól felkészített. De nyilván egy ilyenfajta misszióba nem a leggyengébb egységeit küldeni Észak-Korea. És most nem hiányzik Ukrajnának, én azt gondolom, és a nyugatnak sem. Százezer kiképzett, hadrafogható, egészséges, mindenfajta fegyverrel jól ellátott katona megjelenése a fronton. No, miután nagyon elszaladta az időnk, Ugye. és a rádió műsorunk korlátozott, és egyébként itt mondom el azoknak, akik Facebookon követnek, hogy ott fogjuk folytatni még a beszélgetést, de a rádió hallgatók kedvéért most azt mondom, hogy akkor te választál, szavazzál saját magad, hogy az egyébként tervezett témáink közül mi az, amiben, amiről még válaszolsz egyébként a rádió műsorban. Egyrészt nyilván szerettem volna, hogyha beszélünk röviden arról, hogy egyébként most éppen mi a helyzet az orosz-ukrán háborúban is hol tartanak, hiszen sokan azt mondják, hogy megint fordulat van, ezt így sokszor szokták mondani. Aztán szó volt arról is a héten, hogy, hogy Medvegyev megint mondott egy erőset, hogy ki következik Ukrajna után, amit ugye szintén tudunk, hogy ezek általában nem hát ezek így Putyin szavai is lehetnek, van, ugye, hát ahogy az azt, előbb is azt fogalmaztál. Aztán közben mai hír, hogy érdekes módon Erdoğan, ugye a török elnök Szocsiban tárgyalgat, Törökország függetlensége is izgalmas lehet, és nagyon szerettél volna beszélni, szerintem ezt fogod választani, még a rádió arról, hogy megölték az Alkaidó vezetőjét egy dróntámadásban, ami meg ugye tök más terület. Hát én most azt mondom, hogy mindegyikről szeretnék beszélni. Jó, oké. Okay. Hát, <laughs> e van rá három percet, hogy mindegyikről beszélj, hogy utána kettő percben beszélj majd arról, amit megszavaztak a hallgatók. Jó, akkor három percben beszélnek itt az Alkaida vezetőjéről. Amit meg kell értenünk, és ma ez egy kicsit ilyen furcsa beszélgetés, és semmiképpen sem szeretném, hogyha a hallgatók azt éreznék, hogy Ukrajnában bármi is olyan szempontból változott, hogy egyszerűen súlytalanná vált, és ezért nem beszélgetünk Ukrajnáról. Tehát Ukrajnában súlyos a helyzet, de közben a biztonságpolitika világa ilyen, nagyon komoly események történnek. És ez történt ugye Afganisztánban, Kabulban is, hogy az Alkaida vezetőjét sikerült likvidálni a CIA-nak. Ami azért óriási eredmény, mert hogy ő volt az egyik fő kitervelője a 2001. szeptember 11-i merényletnek. Oszama bin Laden mellett, és Oszama Bin Láden halála után ő vette át az alkaida vezetését. Ami miatt nagyon érdekes volt ez a támadás. Bocsánat, ha így fogalmazok, tehát idézője érdekes. Hogy nyilvánvalóan, hogy miért volt ideges a biztonságpolitika világa tavaly augusztusban egy éve, amikor az Egyesült Államok kivonult a térségből. Mm -hmm. Mert pontosan tudta mindenki, hogy azzal, hogy a NATO föladja ezt a missziót, ilyen szintű terrorista vezetők simán visszajönnek. Nem, nem, hogy a hegyekbe, tehát nem kell bujkálniuk. Tehát ugye maga a támadás, nem tudom, hogy mennyire ismerik, vagy hallották ezt a hallgatók, a város, tehát Kabul diplomata, vagy tehát egy ilyen luxus negyedében, tehát egy villában, és annak az erkéjén történt. Hát ezt az erkét talált találta két Hellfire drónról indított rakéta. Rendszeresen ott olvasgatott terrorista vezér, és a hírszerzési információk szerint tulajdonképpen tavaly év végén ő már fölbukkant, visszatért így Afganisztánba, nem bujkált, besétált a városban biztosított az új afgán tálib kormányzat számára egy ilyen luxus villát, ahol letelepedett. Március, március vagy április óta figyelte őt a, a és igazán nem rejtőzködött. Egy olyan életet élt ő egyébként, amiben azok az alapvető biztonsági követelmények működtek, hogy az épületet egyébként nem hagyta el. Tehát ez, egy, ez tényleg egy gigavilla volt, mert ott élte az életét. De egyébként olyan szintig sikerült a cia feltérképezni az ő mozgását, hogy pontosan tudták, hogy a nap melyik időszakában mikor ül ki arra az erkélyre, beazonosították, és ment a két rakéta. És igazán ennek két fontos része van. Egyrészt ez egy fontos üzenet az Alkaidának, és fontos üzenet a táliboknak is, hogy attól, hogy egyébként a NATO és az Egyesült Államok a térségből kivonult, ne gondolja bárki is azt, hogy nyugodtan lehet flangálni bárho bárhol és bármikor. És a másik nagyon-nagyon fontos nyugati üzenet az, hogy nem felejtünk. Tehát attól, hogy 21 évvel ezelőtt ő sikeresen le tudott koordinálni egy támadást, az még nem jelenti azt, és azzal, hogy ott terroristák visszafoglaltak egy országot, az nem jelenti azt, hogy abban az országban ők nyugodtan élhetnek. Az a baj, hogy Kínára is ezt mondtad, hogy nem felejtenek. Senki nem felejt, úgyhogy ez elég aggasztó egyébként, egy hogy őre nézve. No, lássuk akkor a szavazás eredményét, hiszen választhattak a hallgatók, nézők, hogy arról beszéljünk el két percben, hogy ritka neurologiai tünetekkel ápolják Putyin egyik volt tanácsadóját, és vajon mi történhetett vele, vagy arról, hogy hazárulással gyanúsítanak egy hiperszónikus rakétafejlesztőt Oroszországban, és vajon kinek és milyen titkokat adhatott ki. És most is megkérlek, hogy tippelj, hogy szerint Szerintem ez az, az, az idegmérges. Képzeld, nem? Nem már. tényleg? Képzeld, 69%-ban nyert a hiperszónikus kérdés, úgyhogy megleptelek, látom, a hallgatók is. <laughs> úgyhogy kérlek, két percben mondd -e, hogy mi is történt. Hazárulásra gyanúsítanak egy hiperszónikus rakétafejlesztőt, ugye Oroszországban. Ez maga a hír. Igen. Ö az, amit elmondtam a beszélgetésünk elején, hogy előnyben van Kína hiperszónikus rakéta technológiában, és Oroszország is a nyugathoz képest, ez tényleg baj, és az látszódik, hogy ezek a fegyverrendszerek elkezdtek működni. És a nyugatnak valahogy ezt a lemaradást fel kell dolgoznia, és be kell hozni. Ez általában úgy működik, hogy elkezdenek ezen tudósok is dolgozni, de jó, hogyha a tudósoknak tud valaki súgni. És ilyenkor lendülnek akcióba a hírszerzők, kémek, akik megpróbálják ezeket az információkat avatott olyan tudósoktól megszerezni, azokat beszervezni, valahogyan rábírni, hogy együttműködjenek, vagy egy NATO ország, vagy pedig az Egyesült Államok hírszerzésével. Ez történt itt. Az orosz fejlesztő mérnököt megkörnyékezték, nagy valószínűleg az Egyesült Államokból, Pontosan azért, hogy az olasz hiperszónikus rakétarendszerek technológiájához hozzáférjen az Egyesült Államok. Egyébként csinált ilyet a Szovjetunió is. Így lett Szovjetunió atomhatalom gyorsan a második világháború után, hogy az, az amerikai atomfegyverek dokumentációit ellopták. Tehát ez egy működő valami, és itt is valami ilyesmiről van szó. Szóval annak mértékét nem tudom, és nem is írták sehol, hogy ez az ember, átadta, nem adta át, tehát hogy túl vagyunk magán az akción, és tudjuk, hogy mi az a hiperszónikus fegyverrendszer, amivel az oroszok dolgoznak, vagy nem. De hát nyilván részen voltak az oroszok, és itt történt egy ilyen fajta lekapcsolás, egy idegenkém lekapcsolása. Szeretem ezt a kis rovatot a végén, úgyhogy ezt tartsuk meg. Jó. No, a rádióhallgatóknak köszönjük szépen a figyelmet, mert hogy ez volt már az most elszaladt egy óra, Úgyhogy köszönöm szépen Toró Nikolett szerkesztőnek és Kátai Kristóf kollégámnak is a segítséget, és egy hét múlva várjuk önöket, Szalai Szabolcsal majd. Én elugrom egy kicsit pihenni. A Facebookon követőket viszont arra kérem, hogy maradjanak még velünk, mert körülbelül egy perc múlva folytatjuk, és sok téma kimaradt, amiket ugye fel is soroltam, úgyhogy lesz még miről beszélgetni. Körülbelül még egy fél órát fogunk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel beszélgetni. Viszont Alásra. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei. Taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. Vagy Anikó. És folytatjuk a beszélgetést itt a Facebookon, úgyhogy köszöntjük azokat, akik velünk maradtak. Reméljük, hogy sokan vannak, illetve hát nyilván a rádióhallgatók utólag visszatudják megnézni ezt a beszélgetést. És akkor most itt ki tudjuk beszélni azokat a témákat, amik kimaradtak, és szerettél volna beszélni róla. Ugye az, az adást ott fejeztük be, hogy az Alkaida vezetőjét elkapták dróntámadásban. Erről beszéltél, viszont sok mindenki maradt így az orosz-ukrán háború kapcsán, ami viszont fontos hír. Az egyik az az, hogy mai hír, hogy Törökország tárgyal éppen. Szocsiban Erdoğan elnök elment azért, hogy megbeszélgessen Putyinnal egyet, és bennem az a kérdés merült fel, hogy ha ez előfordul, akkor Törökországnak az a mérhetetlen nagy függetlensége, amit ő mindig hangoztat egyébként, hogy ő majd közvetítőként fellép, például ugye a gabonaszállítmányok ügyében, meg egyébként is nála bármikor lehet tárgyalni a feleknek, ez nem annyira uh, reális innentől kezdve. Eddig is tudta mindenki szerintem, hogy Törökország szíve hova húz, de ez diplomáciailag, vagy biztonságpolitikailag elegáns, hogy Szocsiban tárgya a Putyinnal. Én azt gondolom, hogy egy kicsit sarkosan fogalmaztál most, és bizonyos részeivel így nem teljesen értek egyet. Tehát, hogy nem, nem Oroszország mellé húz Erdoğan elnök szíve, hanem Törökország mellé, és egyszerűen Törökország azt látja mostani helyzetben, hogy kikacsinthat, próbálkozhat, ezt csinálja már egyébként jó ideje Törökország. Beszélgettünk, nem tudom, hogy emlékszel-e, fegyverrendszerek vásárlásához kapcsolódóan, hogy hogy azt mondták, nem veszik meg az amerikai, vagy megveszik, csak úgy az amerikaiak nem adták el, hanem a tiltás ellenére orosz fegyverrendszereket vett, légvédelmi fegyverrendszereket Törökország. Gazdasági szempontból is nagyon-nagyon komolyan együttműködnek a turizmusban, a kaukázus tekintetében is rengeteg területi kérdésben, Azerbajdzsán és Örményországhoz kapcsolódóan is folyamatosan egyeztett Törökország és, és Oroszország. Tehát én azt látom, hogy igazán Erdogan elnök arra jött rá, hogy most nagyon sokat kívánhat az Aranyhaltól. Tehát eddig, amit ő csinált, az nagyon sok esetben nem tetszett a nyugatnak, sőt, föl is léptek ellene. Mint például, amit előbb mondtam, hogy vett egy, egy orosz légvédelmi rendszert, és erre azt mondta az Amerikai Egyesült Államok, hogy nem adjuk el a repülőgépeinket neked. És hazazavarták az Amerikában kiképzésre érkező török pilótákat. Tehát ez ilyen szinten volt. Ha ez most történne, korán sem vagyok biztos egyébként, hogy hogy az Egyesült Államok ezt meglépné. És ezt érzi Erdoğan elnök. És egyébként nagyon tudatosan, diplomáciai szempontból építi azt a fajta uh, imidzsét, amiben arról beszél, amit te is említettél, hogy ő független. Uh, nem ért egyet azzal, hogy megtámadták Ukrajnát, de azzal egyet ért, hogy Oroszország fontos partner, és valahogy a térségben mindent ő tud elintézni. Tud beszélni az ukránokkal, hallgatnak rá. El tudta intézni azt, hogy a Gabona szállítmányok elinduljanak. Ugye most már, ha összesítjük, akkor négy-öt hajó elindult. Tehát ez ez azért lényeges, hogy értsék a hallgatók, mert egy hajón ilyen 25-30 ezer tonna Gabona van. Tehát, hogy gigamennyiséget mennyiséget. Megint lehet. hír volt, hogy három. Igen, hanem. tehát azért mondom, hogy hogy ez, ez, ez a folyamat elindult. És ez ténylegesen letagadhatatlan, hogy Törökország segítsége nélkül Ukrajna és Oroszország ebben nem tudott volna megállapodni. És az is, hogy biztosítéki rendszer szempontjából mind Ukrajna, mind Oroszország elfogadta azt, hogy ezeket a szállítmányokat Törökország ellenőrizze. És tudod, mi az érdekes? Hogy mindkét fél érdekeit szem előtt tartva. Tehát van egy olyan fajta tudatos tevékenység, amiben Erdoğan elnök ö, azt mutatja, aminek egyébként én halkan ha mondom örülnék például, hogy hát ki más tudná azt elintézni, hogy legyen egy erős tűzszünet a két fél között. Érted? Nyilvánvalóan ez fontos Európának? Hát hogy a fenében? -e? Lehet ilyenkor kérni a törököknek Ukrajnától? Lehet? Lehet kérni Oroszországtól? Lehet? Lehet kérni az Európai Uniótól? Lehet? Lehet kérni a NATOtól? Lehet az Egyesült Államoktól? Mindenkitől lehet. Érted? Tehát ez, a, ez az abszolút nyertes pozíció, amiben. Hát mondjuk a kurdok nem mosolyognak. Észak-Szíriában a szírek sem mosolyognak hogy Törökország egyébként az oszmán birodalmi törekvései mentén mondjuk szeretné bekebelezni, Ö, mert hogy egyébként Szíria, mint állam úgy önmagában nem létezett. Tehát az Törökország része volt, ugye erről beszél rendszeresen Erdoğan el elnök. Ö, és annyi minden jót el tud intézni hogy ennek keretében az, ami rossz, az adott esetben a nyugatnak, és ezeknek az országoknak nem tűnik föl. Én ezt látom az ő mozgásában. Tehát én őt nem tartom Putyin... Putyinista. Igen, vagy Putyin bábujának, hanem én azt tartom, hogy ő nagyon Ügyes. ügyesen kihozza ezekből a helyzetekből saját magának és Törökország számára a legjobbat. No, sok kérdés érkezik most is Igen? egyébként, és, és, maradtak még kérdések, úgyhogy ígérem a nézőknek, hogy, hogy ezeket is majd kimazsolázzuk, és fogsz rá reagálni, de még maradjunk ennél a helyzetnél az orosz-ukrán háborúnál, hiszen nagyon fontos, hogy aggasztó hír volt az, hogy, hogy Medvegyev ugye megint posztolt egyet, szokott ilyet tenni, Kellenek és ez ezeket ki beszélni, igen, igen. hogy ukrán, Ukrajna után mégis ki az, akit el akar foglalni majd Oroszország. Hát ugye Grúziáról beszélt, illetve Kazasztán. Nem, nem Kazasztán mondta ő szerintem. De. A hír szerint igen. E, jó. De majd mindjárt be, tovább olvasom addig, oké? Okay? Igen, tehát Grúziát... Grúziát teljesen el kell foglalni, mert az nem is létezett korábban, ez van az bejegyzésben, és mindjárt majd olvasom tovább. Ja. E, ugye azt kell megértenünk, hogy így, hogy fogalmaztál egyébként, ő is egyfajta Putyin magyar hangja, vagy most de értik a hallgatók, hogy ezzel mit akarok mondani, és ő az agresszív, magyar hang. Tehát ez a jó fiú, rossz fiú. Tehát Putyin nagyon határozottan úgy mond a nemzetközi közvélemény fölött lebeg, de próbálja mutatni a, a racionális vezetőképét. Medvegyev meg ez a kirohanós. Tehát, hogy nekünk azért van fegyverünk, aztán jól odalövünk. Ő egyébként ugye atomfegyverek kapcsán is számtalan esetben megijesztette a világot. Viszont ezt egyre inkább érti és ismeri a nyugat. És ezért ezzel paritásban, ha azt hozzak egy másik hírt, ugye Stoltenberg, a NATO főtitkára reagált erre az üzenetre, és nagyon-nagyon határozottan azt mondta el, hogy egyébként bármilyen másfajta háborús cselekményt elindít Oroszország bárki ellen, azt a NATO a legkeményebb fellépéssel fogja megtorolni. És ugye ez különösen Grúzia tekintetében igaz, hiszen Grúziához kapcsolódóan számtalan NATO együttműködés van. Grúzia ugye nem e, tartozik így e, oda, de számtalan fegyver szállítási, fejlesztési, hírszerzési sorolhatnám. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amiben egyébként Grúziát régebben és bizonyos szempontból jobban támogatja a NATO, mint adott esetben Ukrajnát. E, és ez egy nagyon komoly üzenet, tehát amikor Medvegyev nem véletlenül mondta, Egyébként Grúziát. Ez megint egy olyan vörös vonal, amit ő így kijelentett, és ezzel kapcsolatban a NATO főtitkára ezt a vörös vonalat így meghúzta, hogy ha ezt meglépitek, akkor itt nem csak fegyverszállításokról lesz szó, hanem adott esetben aktív részvételről. És én azt gondolom, hogy ez egy, hát most nem azt mondom, hogy egy jó riposzt volt, de szerintem egy, egy elrettentő visszavágás. Kazasztán volt a másik Igen? egyébként képzeld el, mert hogy azt írta egyébként szó szerint, hogy vissza kellene állítani szülőföldünk régi határait, és aztán külön kitért egyébként ugye Grúziára. Oszétia és... nem volt ott? Hát ebben a hírben nem látom, nem, de nem a nekem... hírekben jó, volt, jó, e, jó, hanem külön e, kitért Grúziára, és Kazasztánt pedig mesterséges országnak nevezte, amelynek a lakossága nagy nagyrészt orosz. Tehát, hogy ezek ugye, nem. E, okay, ezek erre, létrehozott erre, államok. most erre reagáljak akkor. Tehát Kazasztán olyan szempontból érthető az orosz kirohanásban, ez is ugye egy hír volt az elmúlt napokban, hogy Kazasztán nagyon-nagyon sok téma kapcsán egészen másként áll Oroszország katonai, kommunikációs és gazdasági kéréseihez. Nem támogatja egyébként Oroszország háborúját Ukrajna irányába. De ez olyan szinten megy, tehát hogy nem, nem egyszer kértek már az oroszok. Ö, ö, elsősorban egyébként nyersanyagok oldaláról, ö, de ö, fegyver, Lőszer és mindenfajta utánpótlás szempontjából, hiszen Kazasztán hadseregének túlnyomó része 99%-ban orosz, tehát volt szovjet fegyverekkel van ellátva, és ezeket egyébként Kazasztán megtagadta. Kazasztán egy nagyon-nagyon furcsa ilyen, ilyen egyensúlyozó, lavírozó politikát folytat, mert hogy elkezdett kacsingatni a nyugat felé, és különösen az Egyesült Államok felé, ami nyilvánvalóan egyébként az Egyesült Államoknak tetszik, és ez több szempontból zavarja Oroszországot. Egyrészt azért, mert Kazasztán területén vannak nagyon komoly az űr kutatás, az űrfejlesztés szempontjából már létező, sok-sok évtizede létező állomások, amelyeknek egyébként a védelmét az orosz hadsereg látja el. Ha Kazasztánban bármi változik e tekintetben, vagy valami nyugatbarát elmozdulás történne, az az orosz űrfejlesztésnek, űrkutatásnak, űrhírszerzésnek pff, pokoli odavágás lenne. A másik oldalról, nyersanyagok tekintetében is azért Kazasztán fontos partnere Oroszországnak. Ezek érdekes mondások, érdekes, tehát hogy egyébként valótlan mondások. Tehát, hogy, hogy ezek ilyen csinált országok, meg mi, mi hoztuk létre. Tehát ez az abszolút amikor többször mondtam már, hogy Putyin elnök Oroszországról beszél, de a Szovjetunióról álmodik. Ugyanilyen Medvegyev, tehát hogy ő is ezt a szovjet víziót, birodalmi víziót hozza föl, és ilyen szempontból én azt gondolom, és köszönöm szépen a kiegészítést, hogy így érthető, hogy Kazasztánt miért rakta ebbe a sorba. Ami még nagyon izgalmas ebben a hírben, hogy állítólag egyébként rögtön reagált Medvegyevnek a tanácsadója, hogy hát a fiókot feltörték ezt nem is a medvegyev írta ki, és a poszt az mindössze 10 percig volt fönt. Túljöttek Létezhet nem. az, hogy a medvegyev jóként de nem, 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 tehát, hogy ez, ez nyilvánvalóan történnek egyébként az orosz kommunikációban bakik. Több, több ilyen volt. Egyébként például az atomfegyverek bevetéséhez kapcsolódóan most hadd emeljem ki például pont egyébként az űrkutatás, az orosz űrkutatás vezetője, aki rendszeresen ugye az atomfegyverek kapcsán elmondta, hogy Oroszországnak atomfegyvereket kéne bevetni, addig mondta, és tényleg elhitte mindenki a világban egy darabig, hogy, hogy ez saját maga mondja, mert egyébként Putyin elnök leváltotta azonnali hatállal. És azt, és ki is állt, és elmondta azt, hogy hát olyanokat mond, hogy, hogy ez, ez most már tényleg durva. Nyilvánvalóan, tehát most már látjuk ezt, hogy, hogy nem mondhat magától senki ilyet. Tehát az, hogy föltörték, vagy adott esetben egy pillanatnyi elmezavar kapcsán valaki elkezd atomfegyverrel fenyegetni bárkit, ez elképzelhetetlen, hogy saját maga tegye. És ilyenkor van az, amikor van egy valamilyen fajta módosítás, vagy van a kommunikáció oldaláról, tehát nem a személyi oldaláról, hanem a kommunikáció oldaláról egy, egy túllövés, akkor próbálnak gyorsan korrigálni. Amit ugye elfelejtenek, hogy, hogy, ezeket az oldalakat ugye folyamatosan figyelik, tehát ami ezeken az oldalakon akár 10 másodperce vagy 5 másodperce megjelenik, annak nyoma marad. És ezért ez is egy jelzés, tehát amit Stoltenberg ugye megtett NATO főtitkárként, hogy ennek ellenére, tehát hogy hamvában lekapcsolták, eltaposták ezt az ötletet, tehát hogy még csak ne is gondoljanak erre az oroszok, mert abban az esetben, ha ezt megteszik, akkor a NATO nyílt katonai erővel fog válaszolni. No, akkor szemezgetnék a kérdések ja. közül néhányat. Az egyik hallgatónéző azt kérdezi, hogy állítólag az oroszok trükkös megoldással próbálják kicserezni az oroszok. Igen, az oroszok az ukránoknak a csodafegyvereit, vagyis úgy próbálnak megzavarni valamilyen radarrendszert a Gyeppár folyón. Ez, ez mi? Ez, ez egy létező technológia. Azt kell megértenünk, hogy csodafegyverek nincsenek. Fejlettebb tűzérségi eszközökkel rendelkezik kis számban, tehát nagy tömegben még Oroszország sokkal erősebb tűzérségi eszközök tekintetében, de precíziós tűzérségi eszközök tekintetében Ukrajna rendelkezik olyan csapásmérő fegyverekkel, amelyek sokkal jobbak, mint Oroszország fegyverei. És ezekkel eredményeket értek el. Azt kell látnunk, hogy ezt próbálja hogy kivédeni Oroszország, és erre vezettek be olyan megelőző figyelő radarrendszereket, amelyeket közvetlenül a frontvonalra telepítenek, hogy mi hamarabb, tehát ezt a 70-80 kilométeres távolságot próbálják az amerikai tűzérségi fegyverek hatótávolságánál távolságánál mi hamarabb befogni, tehát érzékelni, detektálni, és ezzel kapcsolatban valamilyen fajta vagy válaszcsapást, elsősorban egyébként azt teszi most az orosz tüzérség, hogy pontosan tudják, hogy ezeket a rakétákat kivédeni nem fogják tudni, tehát a levegőben nem tudják elfogni ezeket a rakétákat. Viszont, ha be tudják mérni, és ilyen radarrendszereket telepítettek a frontvonalra, hogy honnan jön a csapás, hamarabb, mint az az eszköz arrébb vonul. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy van a tüzérségi csapás. Te vagy az amerikai tüzérségi parancsnok. Lőszegyet és futnod kell. Mert pontosan tudod azt, hogy, hogy 10-20 másodpercen belül jön egy ellencsapás. Oda, Ugye, honnan lőttem. Igen. Viszont ez az idő az, tehát 10-20 másodperc, a 10 az mondjuk kevés, tehát most, ahogy így működött eddig, körülbelül fél perc, egy perc ideje volt az ukránoknak arrébb állni. Fél perc, egy perc, nyomsz egy satú gázt, és arrébb mész, és tényleg arrébb tudsz úgy menni, és már nem vagy ott. Ha ezeket a felderítő rendszereket a, a frontvonalhoz közelebb helyezik el, és ezek, ezek fejlettebb orosz ö, ö, felderítő rendszerek, akkor adott esetben, ahogy előfogalmaztam, fogalmaztam, mondjuk van 8-10 másodpercet arrébb menni. És ha olyan eszközzel lőnek, meg olyan sok eszközzel, akkor lehet, hogy beleesel abba a tűzérségi csapásba, ami orosz válaszcsapásként érkezik a frontvonalról. És ez azért kell, és azért jó az oroszoknak, mert hogy kevés ilyen precíziós amerikai eszköz van, és ezzel lehet, hogy sikerül elpusztítani ezeket az eszközöket. A következő kérdés, hogy igaz-e az, hogy az USA állítólag rengeteg földet vásárol Ukrajna területén? És ha igen, akkor miért, mit célból? Ez, ez Ahogy én tudom, ez fake news, tehát hogy ez nem valós információ. Nagyon érdekes egyébként, hogy a magyar kormányzati média ezt hogy átvette, és harsogta mindenhol. Nincs ilyen nyom, nincs ilyen adat, ez pont arra jó, hogy azt a fajta összeesküvés elméletet táplálja, hogy az Egyesült Államok azért harcol, úgymond, és azért rángatja bele a nato is ebbe az egész. Most azt mondom vissza, amit egyébként ennek kapcsán kommunikálnak, mert hogy a saját gazdasági érdekeit védi, és tulajdonképpen Ukrajna nem független, hanem áttételesen már megvásárolva kvázi az Egyesült Államok gyarmata. Ez nem igaz. Mint ahogy gondolom az sem, ami szintén ehhez kapcsolódó kérdés volt, hogy génmódosított növényeket termelnek ott. Jó, tehát ez, ez ugyanaz a világ, sajnos működik egyébként. Más példát mondok, mint hogy, hogy az oltással benned is, meg bennem is mikrocsippek vannak, amiket beültettek. Tehát, hogy most ez ellen nem tudsz mit csinálni. Sajnos ez működik a világban és egyszerűen a dezinformálás és az a fajta kommunikációs hadviselés ezeket az eszközöket használja, és nekünk is így az adásban reagálnunk kell ilyen butaságokra, mert egyébként az emberek elhiszik. Különösen úgy, hogy egyébként mértékadó, hát, vagy annak annyira nem nevezném, lapok megírják, hogy ez lehetséges. Tehát ezért jó ebben tisztán látni, de ez kb. ennyi. Tehát nem. Nem, 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 nem. nem. Mondjuk ki, jó, nem. mondjuk. Ki. Nem. nem. Visszaugorva Japánra, mert ugye ez kapcsolódóan is van kérdés, ami izgalmas lehet, Japánnak vannak eredményei az elektromágneses fegyverek és ultrahangfegyverek tekintetében. És hogyha igen, akkor egyáltalán mi ezek? Hát vannak, ugye az ultrahang elsősorban ö, ez, ö, tehát különböző érzékelő rendszerek megzavarására ö, alkalmasak, egyébként életkioltására annyira nem. Tehát ahogy én ö, tudom. Ö, Japánnak elsősorban a repülés tekintetében vannak hihetetlen technikai áttörései, tehát repülőgép gyártás tekintetében. Ha ők beszállnak tényleg vadászgépek, vadászbombázók gyártásába az elkövetkező 10-15 évben, föl fogjuk kapni a fejünket, tehát csodát fogunk látni. Illetve elsősorban azokra a mikrocsippes és különböző elektrik, elektronikai hadviselésre alkalmas technológiákban jeleskednek, amelyeket közvetlenül a harctérre lehet vinni. Vannak ilyen fejlesztéseik is, hogy hogyan lehet mondjuk egy ilyen ilyenfajta elektronikai eszközön keresztül egy páncilost, egy harckocsit tönkretenni a harcmezőn. Tehát mivel most már mindenben van mikrocsip, és ezeket a... Bennünk is. Igen, ezeket a mikrocsipeket hogyan lehet támadni. Tehát nagyon érdekes fejlesztései vannak Japánnak. Ezek azért érdekesek egyébként, mert hogyha a megfigyelet, hogy fejlesztések tekintetében ugye meghatározták nekik 1945-ben, hogy támadó fegyvereket nem fejleszthetnek. Viszont minden mást, tehát ezeket a védelmi, tehát nem lőjük ki a harckocsit, hanem olyan fegyvert fejlesztettünk, ez múlt idő, vagy fejlesztünk most. Ami ha ránk lőnek, megsemmisíti. De nem megsemmisíti, hanem tönkre teszi. És, működés működésképtelenné teszi azt a harckocsit. Ennyi. Tök okos. No, a következő kérdés. A bucsai Eseményekhez kapcsolódik. Igen. Engem az is érdekel, hogy egyáltalán hol tart ennek a kivizsgálása, hiszen már az is konfliktus volt akkor, hogy mindenféle nemzetközi csapatok érkeztek, hogy kivizsgálják, hogy mi is történt ott. Azt kérdezi a hallgató, hogy elképzelhetőnek tartod-e, hogy ukránok állnak mögötte. Nem. Tehát most már a, a vizsgálatok olyan szakaszban vannak, és egyébként azért van nagy hallgatás, amit egyébként egy picit nem értek mert hogy most már egyértelműen az elkövetőknek közel 60-70 százalékát sikerült beazonosítani, és egyértelműen a Wagner csoporthoz, és illetve az orosz hadsereghez köthetők ezek a személyek. Egy részük egyébként már fel van az interneten, hogy kik voltak az elkövetők, de úgy, hogy konkrétan az áldozatok mellé. Tehát oda van csoportosítva, hogy ki volt. Tehát az a több száz emberről beszélünk bűnügyi szakértők. Oldalán. Ők elkaphatóak egyébként? Egyszer el fogják őket kapni. Hát ha csak meg nem haltak, tehát hogy van közöttük olyan is, aki egyébként azóta... Vagy azt nem játszák, hogy meghaltak. Azt hát jó, figyelj, tehát hogy persze, igen, tehát ez is, ez is benne van, de vannak olyanok, akikhez kapcsolódóan igazoltan, tehát azt is tudják, hogy elestek közben, tehát meghaltak az orosz oldalon az ukránok elleni harcokban. Tehát igazán ö, egyre tisztában lehet ebben látni. Ezeket az információkat egyébként Oroszország is megkapta. És Oroszország ezzel kapcsolatban hallgat. Tehát ha bármikor ez főröppen, akkor Oroszország mindig azt mondja, hogy tehát, ők nem tudnak semmiről sem, nem ők voltak, de ez most már biztosan ö, tudott, hogy, hogy ők voltak, tehát oroszok voltak, és megvan az is, hogy, hogy kik. Mondom, ennek a, a 70 százaléka. Én azt mondanám neked, hogy az elkövetkező, Másfél-két hónapban ö, meg lesz az összes elkövető. Arra is kíváncsi a hallgató néző, hogy mi a véleményed arról, ami szintén egyébként a hét híre, és bevallom, az elkerült a figyelmemet, pedig fontos hír, az Amnesty International állásfoglalás, ami szerint Ukrajna kórházakban és iskolákban telepít katonai bázisokat, ezzel az Amnesty International szerint veszélyeztetve a civilek életét. Ez, ez gond. Tehát, Ez így lehet? Lehet. tehát igazán az ukránok is, én ezt mindig mondtam, tehát a mennyiség a nem mindegy. Tehát, hogy láthatunk olyan képsorokat is, amikor például orosz katonákat fogjulejtettek, és lából lövöldözik őket ukránok így lefegyverezve őket. Ez ugyanolyan háborús bűncselekmény. Mint ahogy az is egyébként, amikor kihasználják azt, hogy most nagyon-nagyon egy mondatból összefoglalom, hogy a civileket élő pajsként vonják maguk elé, azzal, hogy mondjuk tényleg egy kórház első, második, harmadik emeletén gyógyítás folyik a földszinten, meg egyébként egy katonai harcálláspont van berendezve. Ez mindig vékony jég, és egyébként sajnos a háborúk történetében, amióta az elmúlt 20-25-30 évre igaz ez különösen, amióta ennyire jelen tud lenni a média, Ennyire nyomon követhetők a harci események, egyre több ilyen dolog lát napvilágot, és az is egy általános kommunikációs gyakorlat, bárki is tegye ezt, hogy, hogy automatikusan azt mondja, hogy hát mi nem tehetünk semmiről sem, mondják az ukránok, vagy mondják az oroszok, mert egyébként az oroszok is csinálnak ilyet, és hogy itt direkt a civileket támadják. Sajnos megjelent ez a gyakorlat ukrán oldalon is, igen. Azt kérdezi a hallgató, hogy a lengyelek egy közösségi gyűjtés kapcsán drónokat küldtek Ukrajnába, így van-e ez? Igen. És mit Igen. csinálnak ezek? Hát, hát egy segítség ez, mert eleve nekem fura egy ilyen hír, nem? Tehát, hogy így indítasz egy gyűjtést, amit szoktak mondjuk ismerős barátaim, én magam is csináltam már ilyet születésnapon van, és akkor ne az legyen, hogy megkívsz egy sörre, hanem nem tudom, egy civil ügyre ajánljuk fel azt a pár száz vagy Igen. ezer forintot, és úgy tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy nem, nem annyira látom ezt a szituációt, hogy Lengyelországban mind az úgy hogy gyűjtünk akkor arra, hogy dront küldjünk Ukrajnába. A lengyelek nagyon komolyan megélik ezt a háborút, és nagyon komolyan Ukrajna mellett vannak, sőt vannak olyan politikai csoportok is, amelyek elmondták azt, hogy akár fegyveresen is részt vennének Ukrajnában a harcokban. Egyébként itt van például az Orbán beszédnek egy nagyon komoly logikai bukfenc, amikor arról beszélt, ugye, hogy 80 valahány magyar és csak magyarok véreznek egyébként ebben a háborúban. Az oroszok oldalán megjelen statisztikákból tudjuk, hogy megközelítőleg 330 vagy 340 lengyel zsoldos halt már meg egyébként az ukrán hadseregben. Tehát az ukrán, vagy bocsánat, a lengyelek ott vannak. És igen, ilyen hazafias felpusztulással, most nem tudok erre mást mondani, mire van szüksége Ukrajnának, élelemre, ruhára, meg hát jó lenne, a fegyver is lenne, és gyűjtenek, hogy, hogy Ukrajna vásárolni tudjon drónokat. Ahogy én tudom, egyébként ez a gyűjtés jól sikerült olyan szempontból, hogy egy vagy két török bajraktár drónt tudnak ebből venni. Tehát, hogy ahogy én tudom... Törököt? Törököt, igen. Ami szintén izgalmas, nem? Hát törökök mindenhol ott vannak, tehát, hogy mondom... Hát jó, csak miközben Erdogan éppen tárgyagat Putyinnal, az ő fegyverével védik az ukránok magukat. Igen, az egyik legnagyobb török drón vásárlást 2014 és 2022 között Ukrajna hajtotta végre, és az, hogy ebben a háborúban az első hónapokban Oroszországot pokoli veszteségek érték, ezeknek a török drónoknak is volt nagy részt köszönhető. Tehát igen, Törökország sok Fajta sapkában ott van a tárgyalóasztalnál és a hadszinten. Mondom, Törökország mindenből hasznot húz. Mm. És igen, és van ilyen, hogy, hogy te nem szoktál fegyvert gyűjteni, de vannak olyan helyzetek, amikor fegyvert vagy fegyverért rendeznek lakossági gyűjtést. Két nagyon fontos téma van, amiről szeretném, még hogyha röviden beszélnénk, és szintén biztonságpolitikai kérdést érint. Az egyik hír a héten, hogy Irán bejelentette, hogy képes atombombát gyártani, ami hát nem tudom, hanyadik aggasztó hírünk. Ebben az adásban, de mindenképp szeretném, hogy reagálna erre. Egyrészt ugye azt kell tisztáznunk, hogy tényleg képes -e rá. Tehát az, hogy Irán ö, bejelentette, hogy néhány hét alatt néhány százalékról, tehát ez ilyen 5-6 százalékról, 60 százalékos urándósításra képes technológiával rendelkezik. Ez egyébként ténylegesen műszaki oldalról azt jelenti, hogy aki néhány hét alatt ilyen 5-6%-ról 60%-ra tudja dúsítani az uránt, az képes arra is, hogy 90% fölé dúsítsa. Ami azért fontos, mert egyébként a 90% fölötti dúsítású urán szükséges ahhoz, hogy atomfegyvert állíts elő. Tehát ilyen szempontból, hogyha erre képes Irán, akkor ténylegesen képes arra, hogy atomfegyvert készítsen az, amit már régóta tudunk, tehát ez múlt idő, hogy egyébként rendelkezik, mert ugye ezt mindig ketté kell bontanunk. Van maga az atomfegyver, és van a szállító eszköz, tehát egy rakéta technológia. Az atomfegyvert valahogy erre a szállító eszközre rá kell ültetni, és annak képesnek kell lennie azt az atomfegyvert valahova pontosan eljutatni. A baj az, hogy Irán Hát most már legalább 15-20 éve rendelkezik olyan fajta technológiával, amivel képes nagy ható távolságra, nyilván a közelkeleten, tehát itt nem sok ezer kilométerről beszélünk, de ilyen 5-600-800 kilométerről igen, képes eljutatni hagyományos robbanó töltetet. Ha igaz ez, hogy képes ilyen dúsításra, akkor a következő lépés az az, hogy képes legyen ezt egy atom töltetben összehozni, és ezt rátenni egy ilyen fajta, most nagyon pestélyesen fogalmaztam, szállítóeszközre. De az, hogy ők ezt mondják, ezt még nem tudjuk. Tehát erre most hihetetlen módon Izrael és az Egyesült Államok hírszerzése rápörgött, hogy ezt le tudja ellenőrizni. Ebben, ebben van óriási biztonsági kockázat. Mert hogy ha ez igaz, akkor az, amit az elmúlt húsz évben szankciók oldaláról, Izrael adott esetben akár merényletek oldaláról, hiszen iráni atomtudósokat likvidáltak több esetben. Ez idáig tartott. És ebben az esetben a közel-keletnek ez a térsége egyrészt szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy egy teljesen újfajta helyzet van. Ugye a térségben Izrael atomhatalom, ezt tudjuk. Ezt ők mindig tagadják, de tudjuk, 60 vagy 70 atom töltettel rendelkeznek. Ami azért a közel-kelet elpusztítására teljes egészében alkalmas. Irány nyilván ebben az esetben arra fog törekedni, hogy ő is legalább ekkora mértékegységű töltetrendszerrel rendelkezzen, ami azért baj, mert ez onnantól kezdve hozza az egész közel-keleti térség fegyverkezési versenyét, és ha Iránnak van, akkor az Egyesült Arab Emirátusnak is kell, akkor Szaudarábiának is kell, és az a baj, hogy minél több ilyen fegyver van adott esetben egy térségben, annál nagyobb a riziko arra, hogy valakinek elszalad az ujja és megnyomja azt a piros gombot. Remélem, hogy nem igaz a hír, de el kell, hogy keserítsem a hallgatókat, hogy előbb vagy utóbb egyébként Irán képes lesz, szerintem, atomfegyver előállítására. Vagy ha a hír igaz, akkor már most az. Még egy másik térségre ugranék, és tényleg röviden beszéljünk arról, hogy a hét híre volt, hogy ismét fellángoltak a harcok az Örmény-Azeri határon. Mit jelent ez egyáltalán? Ez ott most veszélyezteti a térséget, vagy sem? Hát 1994-ben volt egy tűzszünet, amiben Örményország tulajdonképpen elfoglalta a hegyi Karabak térséget. Hogy miért fontos ez? A kaukázus az mindig egy ilyen gócpontja, forpontja volt az összecsapásoknak. És egyébként a nagyhatalmak, például Azerbajdzsán mögött, ma ilyen napod van, Törökország tűnt föl. A 2020-as fegyveres összecsapás, amit Azerbajdzsán kezdeményezett azért, hogy az örményektől az 1994-ben az örmények által elfoglalt területeket visszahódítsa. Nagyon komoly török drón technológiával volt sikeres. Ez volt a belépője egyébként ennek a dróntechnológiának a 21. század háborúiba, hogy jól működnek ezek az eszközök, a jól nyilván És ez folytatódik most. Egy kisebb összecsapás volt, de mozgósítás oldaláról mindkét fél mozdult, és azt kell látnunk, hogy emögött is lehet látni egyébként Oroszországot az oroszok Örményország mellett foglaltak állást. Például Azerbajdzsán közölte, hogy ő a háború első napjaiban, hogy ő Ukrajnát fogja támogatni. Oroszország próbál mindenhol olyan fajta konfliktus szítani, amin keresztül egyre több dologra kell figyelnünk. Úgyhogy azt láthatod az adások kapcsán, hogy egyre több dologról beszélgetünk mert hogy egyébként egyre több ilyen esemény van, és én ezért aggódok a mindennapokban, hogy azt a kritikus tömeget ne érjük el, adja az úr, hogy, hogy ezek ténylegesen egy, egy világháborús helyzetet hozzanak össze. Még egyszer mondom, ilyen helyzet most nincs, de ez is egy fellángolt konfliktus aminek nyilván hatása olyan szinten Európára nincs, amitől tartaniuk kéne a hallgatóknak, de megint csak azokat a haderőket, amelyek a NATO-ban, a nyugaton vannak, megosztják, és megint figyelnünk kell egy válság ócra, ami egy pillanat alatt el tud ha ha harapózni. No, az van, úgy terveztem, hogy már nem ugrok vissza a témákhoz, de jött egy olyan kérdés, ami ami engem is nagyon Jó. izgat, Toloniki szerkesztőnket is nagyon izgatja, és te különösen fogod szeretni a technikai kérdés De azt megint engem csak. profilozás. Nem profilozás, <laughs> most nem profilozás, és itt tök egyszerű kérdés, és valószínűleg nagyon egyszerű a válasz. Észak-Korea, hogy a gyalogsági erővel támogatná Oroszországot, Igen. erről beszéltünk. Hogyha és amennyiben igaz ez a Daily Igen. Mail News, akármilyen újságnak a híre. Hogy kell elképzelni két teljesen különböző nyelvű kommunikációt? kommunikációját egy hadszíntéren? Nincs különböző nyelv. Orosz a nyelv. Tehát Észak-Koreában egyébként a katonai oktatásban, a tisztek oktatásában az, az orosz nyelv. Én nem Majd. tudtam. Igen. Tehát ilyen szempontból vezetési oldalról ez nem probléma. Jó, akkor hogyha lenne nyelvbeli különbség, akkor, hogy, akkor Google de... fordítóval kommunikálnak ne, a hadszintére? Nem, 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 Tehát ez, hogyha jó. Jó, most a, érted a jó, kérdést. értem. Tehát akkor vegyünk egy olyan helyzetet, hogy idegen, tehát hogy különböző van, nyelv. Oké. Okay. Igazán a katonai erők ö, működésében önállóan dolgoznak, ami azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen helyzetben az észak koreaiakat nem rakják össze oroszokkal. Hogyha most ezt, ha ez a hír igaz. Ö, ami azt jelenti, hogy a parancsaikat és az összes rádiókommunikációjukat az saját nyelvükön teszik. Az irányítás, ezt hívják törzsnek, ezekben a vezetési törzsekben összeválogatnak, tehát ugye azt kell értenünk, hogy milliós nagyságrendű Észak-Korea hadereje, összeválogatják azokat az embereket, akik képesek egyébként, ha jó ez ez a hír, az orosz vezetéssel kommunikálni, és a törzsben közös nyelv az orosz, és onnantól kezdve lefele pedig a koreai nyelv működik ez így szokott működni, sajnos egyébként ezt a katonák elég jól át tudják hidalni, mert egyébként az ókorban is rendszeresen voltak más népek egymás melletti így a harcban, és ezt már akkor is megoldották, hogy egyébként a nyelvi nehézségek nem jelentettek ahhoz, vagy nem jelentettek problémát abban, hogy az emberek gyakolni tudják egymást. No végszóra, csak azért, mert olyan csalódott voltál, hogy nem az a bulvár hír nyert, Kérlek, beszélj arról, hogy mit jelent Jaj, hogy hogy az, hogy ritka neurológiai tünetekkel ápolják Putyin volt tanácsodóját, netán megmérgezték-e? E, sanszos, hogy megmérgezték, és ez, amiről beszélgettünk, amikor a kínai vezetési elvek és az egyszemélyi vezetőknek a vezetési stílusa. Sajnos az utóbbi évtizedekben e, Oroszországban abszolút egy mintát lehet felfedezni, hogy aki ellentmond, vagy, vagy dezertál, tehát átáll a másik oldalhoz. Ilyen volt például Litvinenko, ugye egy FSB ügynök. Akkor szörnyű véget ér. Vagy radioaktív anyaggal, leginkább polóniummal, vagy idegméreggel, katonai idegméreggel, a legtöbb esetben novicsokkal hajtanak végre merényletet. Navalnyi ellen is egyébként ugye novicsokkal hajtottak végre e, merényletet, ugye ez egy katonai idegméreg, ami bőrön, tehát ami, a bőrrel érintkezik, és a bőrön keresztül felszívódik, és pokoli e, az idegrendszert egyszerűen e, tönkreteszi, és az agy és az ideg pályák közötti jelátvitelt, kommunikációt megszünteti és innentől kezdve egyszerűen leáll a szív, leáll a tüdő, mindenfajta ö, működési zavar lép fel a, a, a szervezetben. És azért hoztam ezt szóba, mert hogy egyébként a, az orosz vezető vagy politikai tanácsadó, akiről azt kell tudnunk, hogy egyébként Jelcím mellett is dolgozott, és most nem ugrik be az ő neve se, majd ilyen napon van. Ö, Mindjárt majd kikeresem. Oké. Okay, Elsők között volt a háború kitörése után, hogy nyíltan fölállt, és azt mondta, hogy ő ezzel nem ért egyet, és elhagyja Oroszországot. Vártak tulajdonképpen fél évet, és Szardinián egyik pillanatról a másikra azok a tünetek, amiket előbb elmondtam a Novicsokhoz kapcsolódóan. Anatoly Csubaisznál. Igen, ő az. Megjelentek, és egyszerűen most ezért van, hogy most... Egy olyan rend, tehát hogy vannak ilyen, ezt a jel átvitel problémát különböző ilyen mesterséges eszközökkel, ehhez nem értek, de magát a, a, az elvét ismerem, életben tartják a testét, és várják azokat az a orvosi szakértői jelentéseket, hogy ténylegesen ő most egy katonai idegméreg által van megmérgezve, mert abban az esetben, tehát egyébként például a novicsokhoz kapcsolódóan az a jó hír, hogy van -e ellenszer. Csak ugye az a baj, hogy ha nem tudod megállapítani, hogy mi a túróval mérgezték meg, vagy egyáltalán mérgezése van-e, de nagyon valószínűséggel az. Vagy, ami egyébként a baj lehet még, hogy például a, a polóniumnak is, tehát ugye Litvinyankót megetették, susízni hívták el, illetve. Teáti mellé, és a, most vagy a test vagy a, a sushiba volt, mindegy, bevitte azt a radioaktív anyagot a szervezetébe, és ez a mérgezés az ő halálát okozta. Erre is vannak egyébként megoldások, és most erre várnak szardinián az orvosok, hogy kijöjjön az az eredmény, hogy egyébként ezek közül mi a valóság. Vagy adott esetben ténylegesen megcsípte egy darázs, most mondok hülyeséget, erre én egyébként minimális esélyt adnék, de az biztos, hogy azok az emberek, akik más véleményt fogalmaznak meg Putyinnal kapcsolatban, vagy Putyin, Putyin politikájához kapcsolódóan, azok az utóbbi időszakban durván és durva halált haltak. Ki az, aki bizalmas akar lenni Putyinnak ezek után? Csak ez a civil kérdés merül fel. Előbb-utóbb, hogyha máshogy gondolkodsz, akkor pontosan tudod, hogy mi a vége. Igen, de ne hogy másként. És Jó, ha nem gondol... de. de ha nem gondolkodsz másként, akkor minden szuper. Akkor szuper minden, mert sokszoros milliárdos vagy, és hatalmas jaktod van. Mm -hmm. Hát um. egy ideig. Hát Na, no, ezzel zárjuk akkor a mai beszélgetést. Hoss jó, ezzel a másfél óra, majd utána kitárgyaljuk, hogy mennyire, mennyire bírható ez nekünk, én illetve a hallgatóknak. Minden esetre. köszönjük a töretlen figyelmet, igen. mert képzeld, hogy nem veszítettünk nézőket a Facebookon. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt jövő héten is, mert akkor is lesz ostrom. Itt egyébként a Facebookon 6 órakor egyelőre ugyanígy. vegyen nagyon szép estéjük, és jó hétvégéjük. Tarjányi Péternek pedig köszönöm. Nagyon a szívesen és kellemes hétvégét Toró Nikolát és Kristóf volt a kollégám. Szép estét!